Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... A mai vendégek Heinz Gábor Biga és zenekara. Szevasztok! Szép estét mindenki! Hello, Biga. Itt van Pap Csabi, aki elé nem tettünk mikrofon, de ő egy kahunon ül, ami egy ilyen dob, azt fogja majd ütni. Ez rugni. Egy éjjeli szekrény, csak úgy néz ki. Éjjeli szekrény, hát, de úgy fog szólni, mint egy kahun. Visszatérő vendégünk Temfli Erik, akinek szintén nincs mikrofonja, ő a billentyűs. Szia Erik, integ estét! Itt az épületben lakik egyébként. Beleintegetett a rádióba. Kontor Tamásnak viszont adtunk mikrofont. Hello. Hello. Ő lesz a basszusgitáros ma. És hát Heinz Gábor Biga énekel és gitározik, és én erre mindenképpen rá szerettem volna menni, mert nagyon sokszor téged úgy könyvelnek el, hogy az énekes. De közben én azt tudom, és ezt most ki is mondom, hogy szemtől szembe, hogy az, amit te a gitáron tudsz és művelsz, azért az gitározás. Hát nekem van nehéz dolgom, amikor megkérdezik, hogy minek tartom magam. Gitárosnak, énekesnek, dalszerzőnek, és igazából mindegyiknek és egyiknek sem. Tehát nálam sokkal jobb gitárosok, sokkal jobb énekes, és sokkal jobb dalszerzők vannak, hogy valami mindegyikbe szeretek belekapni, és mindegyiket szeretem, amikor csinálom. Tehát szeretek gitározni, énekelni és dalt szerezni. Én igazából azt gondolnám, hogy talán zenész vagyok, így hívnám én magam. Róla tudod, mi jut eszembe? Régen volt egy ilyen mondás, hogy muzsikusnak dalból van a lelke. Hogy te egy ilyen igazi muzsikus vagy. Tehát, hogy én bármikor találkoztunk, bármikor látlak, bármikor futunk össze, valahogy mindig van nálad egy gitár, és az mindig szól a kezedben. Tehát, hogy tu úgy beszélgetsz, hogy most is a nyakadban lóg a gitár, jó, hogy mindjárt zenélni is fogsz. Tehát mindig játszol. Igen, nekem... ez pontosan így van. És így képzellek el otthon is. Hát nagyjából egyébként így is vagyok, csak akkor egy alsógatja van rajtam, és így járkálok körbe-körbe a nappaliban, és gitározgatok. Ugyanezzel a gitárral a nyakamban. Egyébként nekem pont az jutott rólad eszembe például, hogy minden, amikor meglátok, akkor az a kép és az élmény jut eszembe, amikor a fonogram díját adon annyira kényelmesen hanyat dőltem, mivel nem terveztem, és nem is úgy gondoltam, hogy én akár valaha díjat kaphatok, és te voltál a műsorvezető, és még a nadrág a legfelső gombját ki is gombottam, és szépen leültem egész nyugodtan, és tudtam, hogy jelöl vagyok a kategóriában, de hát olyan nevek voltak a kategóriában, hogy teljes esélytelenek nyugalmával hátadottam, és te mondtad ki a nevemet óriási hangerővel. A többieket úgyhogy nem bírtam elolvasni. Összeregyintettem magam egyébként kicsit, aztán utána, úgyhogy veled kapcsolatban mindig ez jut eszembe, úgyhogy én köszönöm. A drága vagy, köszönöm szépen. Egyébként nem megérdemelted, de értem, hogy akkor beszéljünk erről, hogy milyen díjaid vannak. Nincs. Erről végére is értünk. De egyébként számít az, hogy rokkant nyugdíjam lehet, hogy majd lesz, vagy nyugkant rokdíjam. Hogy az ember kap díjakat, tehát nem csak a közönség tapsát kapja meg, hanem a szakmai elismerést is? Megmondom őszintén, hogy például ez az első nagylemezem, ennél az az érdekes, hogy állítólag nem divat már nagylemezeket csinálni, hogy én ilyen öreg csocsesz vagyok, én nálam például ezek a dolgok nagyon számítanak. Jó, de azért ez sem a volt, azért azt tegyük hozzá. Ez sem a volt 2017-ben, 8-ban valahogy így, de már akkor sem volt divat nagylemez csinálni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez a nagylemez ez gyakorlatilag magamnak készült, tehát magamnak csinálom, és nagyon csodálkoztam, hogy ez másnak készült, és egyáltalán hallották mások, vagy nem tudom. De ez nem abban az értelemben vett hagyományos nagylemez, hogy az ember kezébe vesz egy bakelitet, hanem egy lemeznyi dal, egy album, amit igen, különböző internetes zene áruházakban. Nem, mert ez fizikailag is megjelent. Tehát ennek rendes szétnyitott borítója volt, igen, tehát hogy itt azért adtunk ennek az egész dolognak. Én egy ilyen konzervatív gyerek vagyok. Én ezeket szerettem annak idején a dupla platina, vagy dupla bakelit lemezeket kettéhajtani, elolvasni a szövegeket, hogy kik közreműködtek, és ennek volt egy ilyen hangulata. Ez érdekes, hogy ezt mondod, és erre majd vissza fogunk térni az első zene után, hogy te egy ilyen analóg srácnak gondolod magad, teljesen. Miközben én meg teljesen más gondolok róla, de ezt majd meg fogjuk mindjárt beszélni. De ha már itt van a zenekar, és itt vannak a hangszerek a nyakatokban, vagy előttetek, akkor ezeket szólaltassuk meg, de te most tényleg szólaltassuk meg, hogy egyáltalán szólnak-e. Egyáltalán szólunk-e. Igen. Basszusgitár szól, billentyű. Billentyű mindig halad, de szól. Gitár is szól, kahun is szól, minden szól. Jó. A kis bárzongoristánkat megkérjük akkor, hogy kicsit maradjon csendben, lehúzzuk, és az Otthon bárhol című dalt fogjuk meghallgatni. Még egy kicsit menj vissza a másik mikrofonhoz, még hogy egyáltalán azt beszéljük meg, hogy ebben a dalban eredetileg elég sokan énekeltek, tehát ez a te dalod, saját dalod. Ezt együtt írtuk Szabó Zével Gyula városának felkérésére. Gyula városa, ez egy igazából a mi kis országunk egyik kis ésszerdoboza egyébként. Gyula is szerettek volna az otthonról szóljon egy olyan dal, ami Gyulái és az övék. Aztán egy picit túl gondoltuk ezt a dalt.
egy olyan dalt szerettünk volna, amiben mindenki megtalálja a saját kis otthonát, bárhol éljen ezen a világon, úgyhogy Freddyvel, Janicsák Vecával, Manolyával énekeltük el, és ezt nagyon-nagyon szerették egyébként a rádióhallgatók is, és én is nagyon szeretem. És őket most te egyedül fogod pótolni, vagy ha már itt van Kontor Tomi, aki szintén nem csak a basszusgitárról bánik jól, hanem a saját hangjával is. Nagyon ráhibáztál ezt a koncertet, mert így szoktuk kettesbe, kézen fogva, így szoktuk el énekelni, aranyosan. Tomikám, szöveg megy. Nem. Bekapcsoljuk a kamerákat, úgyhogy nem csak a Retro Rádióban, hanem a Retro Rádió Facebook oldalán is lehet látni, hallani mindazt, ami történik itt az Omahazi Presszóban. Biga, illetőleg a Biga Live a vendégem itt a Retroban, úgyhogy tietek a pálya, parancsoljatok, tietek a színpad. Rajta! Tud ezer egy mesét, és köré gyűlik mind a szél. Csukott szemmel, s jól ismernek a fák, meg az ég. Aki ül, aki áll, aki él, mind fülül a száj. Teleken fut a csend, és köré száll. Belebújik a szél, így hazatalál. Heinz Gábor Biga és kedves zenekara. Egyébként ez a zenekar, ez most egy apresszó zenekar, tehát ennyien fértek be, ezért hoztad ezt a három embert magaddal, és amikor koncertezel, akkor vannak még? Igen, sokan? Ez egy, tényleg egy kedves zenekar, most is nagyon kedvesek amúgy. Alapból is így szoktunk játszani, nagy rendezvények alkalmával, nagy koncertek alkalmával szoktunk kiegészülni három olyan vokalistával, mint Lengyel Johanna, Máté Gudics Máté, és Feng Yao, ők szoktak
szoktak jönni egyébként, hogyha, hogyha nagy verseny van. Csak vokalisták. Igen. Jó, egyébként szokott akusztikus gitározni is, tehát viszonylag nálunk ez a nagy zenekaros felállás, és ez a zenekar pedig a normál felállás. Alapból egyébként Balog Lacika is szokott jönni dobolni, illetve nyilván Bubenyák Zoli, aki a zongorista, de egyébként az Erikkel és a Csabival is nagyon sokat játszunk így együtt, úgyhogy helyettesítik egymást. Sokan vagyunk itt ebben a családban. Az előbb ugye mondtad, hogy te egy ilyen régi vágású srác vagy, nem tudom, hogy fogalmaztál. És én pont azt gondoltam rólad, hogy mindig, hogy te tök jól tudod tartani a lépést a modern kor zenéjével, meg az, hogy én például tök nehezen viselném azt, ha a zenekaromban állandóan cserélgetni kellene a tagokat, mert hogy máshol is játszanak. De úgy látszik, hogy neked ez nem okoz problémát. Tehát, majd felgyorsult. Együtt élsz ezzel a korral. Egy felgyorsult világban élünk, ahol mindenkinek sokkal több dolga van, mint ezelőtt 30 évvel az embereknek általában úgy megszokott volt, így életvitelszerűen. Nekem is sokkal több dolga van, tehát olyan rendszert építettem ki, hogy én soha nem érek rá, és ezek a srácok is így vannak, hiszen egyrészt iszonyatosan tehetségesek, jó zenészek, nyilván sokfelé játszanak, különböző lemezeken saját projektjeik is vannak, tehát mindenki éli az életét és járja a saját útját, úgyhogy nagyon boldog vagyok, amikor zenekaros koncerteket tudunk úgy összehozni, hogy játszhatom velük, akár melyikőjükkel, tehát hogy nekem ez egy nagyon jó dolog. Igyekszem sok olyan zenét hallgatni, amik mai zenék, és fiatalok játsszák, úgyhogy valószínűleg ezért marad nálam is talán picit a napra készség, vagy a frissesség. Ezt hallom ezt, a te zenéden mindig. Ezt tart meg, igen, talán. Sokat hallgatom őket. Viszont az érdekel, ha már így belementél ebbe, hogy alakul a zenekar, hogy sokat próbáltok? Pont azért, mert állandóan változtatni kell a felállást, vagy te kiadod mint zenekarvezető a feladatot, és koncerten találkoztok. Találkoztunk már ilyennel is. Nekem óriási szerencsém van, olyan zenészekkel játszom együtt, akikkel most ez nagyon bután fog, nem kell próbálni. Tehát általában az van, hogy tényleg nem próbálunk egyáltalán, hogyha van egy koncert, akkor előtte esetleg van egy olvasópróba, vagy egy átnéző próba, de hogy itt mindenki tud mindent, tényleg, tehát hogy ezek a srácok nagyon fel vannak, úgyhogy el vagyok kényeztetve, és össze kell kapnom magam. De tényleg, tehát hallgatva mindazt, amit például az előző dalban is műveltetek, azt gondolnám, hogy az elmúlt egy hétben élt nappal át éve próbáltatok csak, hogy minden a helyén legyen. És képzeld el, hogy a helyén van magától. Ez úgy történt, hogy ez a felállás, ez most van a debutálásunk, aha, és most próbáltunk az adás előtt egyébként, úgyhogy nem vittem túlzásba felkészülni. Amit én beállásnak hívtam, hogy beállítjuk a különböző hangszereknek a hangját, meg a hangerejét, az nektek egyben a próba is volt. Igen. És akkor játszottátok először együtt ezeket a dalokat. Sőt, nem csak ebben a felállásban, általában ez a Cajonos akusztik verzió, ez még nem volt. Tehát ez most van itt így először. Ezt ki lehet mondani? Ezt hívják profizmusnak? Nem tudom, én így hívom ezeket a srácokat egyébként, úgyhogy nekem öröm, hogy el tudom engedni magam, és hanyat tudok dőlni, hogyha ők játszanak mellettem, mert tényleg van egyfajta biztonság így. Ez tényleg nagy dolog, és itt ezen van a hangsúly, amit most mondtál, hogy te közben teljesen biztos vagy abban, hogy nem lesz gond. Tehát, így van. Hogy nem egy másik hangnemben fog elkezdődni a dal. Hogy volt másik ez már nemben. Másképp. Tehát voltam én úgy vendég, vagy voltam úgy frontember, ahol nem éreztem azt a biztonságot, sőt, nagyon vékony volt a jég, és az egy nagyon-nagyon kellemetlen érzés, hiszen nekem elől frontemberként nekem a közönségek kéne foglalkozni, hogy mit mondok nekik, mit éneklek, mit sugárzok nekik, és csak arra nem tudtam figyelni. És az nagyon rossz, hogy folyamatosan hátra sandítok, és valami soha nem stimmel. Ez miért ilyen lassú, ez miért ilyen gyors, ez miért ilyen hangos, ez miért rossz, tehát hogy mindig valami nem, és az nagyon kellemetlen tud lenni. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez rendben van. Én azt kívánom, hogy a mai nap se legyen rossz élmény, mert ha neked nincs rossz élményed, akkor nekünk sem lesz. Igen, én nálatok mindig jól érzem magam, úgyhogy helyes. Nyaralni jövök. Jöjjön a Halhatatlan Blues, előtte egy mondatot mondja dalról, hogy ez egy ellel halhatatlan, tehát ami örök. Igen, nem igen. Azt, hogy nem lehet majd hallani. Remélem azért hallják majd a hallgatók, igen. Ez nekem egy nagyon-nagyon fontos dal. Punani Masszív zenekar egyik frontembere Wolfi, nekem nagyon jó barátom, és egy időben beszéltünk arról, hogy tök jó lenne nekünk egy közös dal, de hogyha már lesz egy közös dal, akkor az szóljon valamiről, ami minket valóban érdekel, még akkor is, hogyha nem feltétlenül sláger téma. Minket nagyon foglalkoztat, és sokat beszéltünk a hajléktalanságról. Számunkra ez egy olyan jelenség és egy olyan probléma, amivel szerintem nem foglalkozunk eleget, és ezért is nincs rá megoldás. Nem feltétlenül gondoltuk azt, hogy majd ez a dal megváltja a világot, de hogyha egy kicsit felkelti a figyelmet és a fiatalok
talán elkezdenek róla beszélni, akkor lehet, hogy közösen vissza lehet valahogy ezeket az embereket integrálni a társadalomba, hogy hasznosnak érezzék magukat, és lehet, hogy megvan az ő helyük valahol. Úgyhogy írtunk erről egy dalt, azt tudtuk, hogy nem biztos, hogy világsláger lesz, mert ez azért mégiscsak egy érzékeny téma, amiről nem szeretünk beszélni, elfordulunk az utcán, hogyha szembe jön. Mi viszont azt szerettük volna, hogy itt az idő, hogy beszéljünk erről. Hát és ráadásul, amikor az ember zenét hallgat, akkor nem feltétlenül akar mindig a mindennapi problémákkal szembesülni a dalokban. És főleg a te zenéd az egy ilyen felszabadító muzsika általában. Ez is egy ambivalencia egyébként ebben a következő dalban, hiszen ez egy vidám hangulatú dal, tehát egy lüktetésében is egy nagyon laza funky, miközben egyébként a szöveg az elgondolkodtató, nagyon érdekes. Tehát, hogy nem szomorú részről van megfogalmazva, vagy nem arról az oldaláról van bemutatva, tehát azért egy kicsit ilyen vagányabb verzió. Egy vidám funky, aminek a címében benne van, hogy blues. Igen, képzeld el. Hát a blues ugye a blues az soha nem volt vidám műfaj, mikor fölteltek, akkor sem volt azért ez egy vidám műfaj, úgyhogy ezért is hagytuk benne a címében. Jön a halhatatlan blues, és aztán nem sokára folytatjuk a beszélgetést Heinz Gábor Bigával, meg persze megszólalnak majd a többiek is, de Tom mindenképpen. Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Parancsoljatok! Nekem volt nagy házam, éltünk a mában, amíg a gondot táztam, az életem lenulláztam a múltamságban. Húzza a vállam, de a lelkem a fáram, én minden más lebombáztam, mert tisztető felettem. A ruhám is foszlik szét, volt, hogy többet ittam, mint ettem, mégis van még mi a temét. Bár tisztető felettem, de amíg van föld alattam, én tudok örülni önfelettem, hogy ember maradtam. Nekem nincs már többit adhaték, tudom, mindent eljátszottam rég. Nem kell látja a nap meg a hold, csillagos ég a nagy takaror, már csak egy dallam fúr, a régi-régi halhatatlan blues. Nekem volt nagy házam, szerető feleség, néha egy hagyjuk. Nőből egy is több, mint épp elég. Volt, hogy füstölt a kémén, de valam gizda voltam nagy menő. Egy szépnek indult reggel, mindenem elvitte ő. S bár testet ötvelettem, de amíg van föld alattam, én tudok örülni önfelettem, hogy ember maradtam. Nekem nincs már több, mit adhatnék. Tudom, mindent lejátszottam még. Nap meg a hód, csillagos ég a nagyra való, már csak egy dallam húz, a régi-régi halhatatlan blues. Halhatatlan blues. Nekem nincs már többit adhatni, tudom, mindent eljátszottam végig. Tudom, mindent eljátszottam még. Nem kell már csak a nap meg a hód, csillagos ég a nagy takaród, már csak egy dallam húz, a régi-régi halhatatlan blues. Heinz Gábor Biga és zenekara. Amiről még nem beszéltünk, vagy ha beszéltünk, biztos, hogy nem itt, ezért szeretném, ha ezt most megint elindítanánk előről, hogy az már kiderült, hogy mindig ott lóg a nyakadban. A gitár, mindig gitározol, saját magadat zenésznek tartod, nem feltétlenül gitárosnak, nem feltétlenül énekesnek, nem feltétlenül zeneszerzőnek, hanem mindez egyben. De mikor
és hogyan érintett meg a zene? Mi volt az első inspiráció? Az, hogy annyira korán jött ez az injekció, hogy nem is emlékszem, hogy volt-e más előtte egyáltalán. Valamikor ilyen 9 éves korom körül kapott el, de nagyon. Tehát, hogy az volt a baj, hogy nem picit, hanem minden mást felváltott. De ez tehát, mi volt baj? Korábban azért focizgattam, meg úgy minden más hóbortom is volt. Utána valahogy annyira a gitár lett, hogy nem tudom, hogy honnan jött ennyire erős motiváció. De nincs egy ilyen meghatározható pillanat a fejedben, hogy meghallgattál egy zenekart, vagy egy lemezt, egy dalt? 9 éves koromban egyszer csak apu hazaállított egy gitára, egy barátjától kapta, így nem tudtak vele otthon mit kezdeni, és kapott egy gitárt, ő meg betámasztott a sarokba, és az így ott volt. És valahogy a látvány, akkor nem volt minden háztartásban azért hangszer. Tehát, hogy én hazajöttem az iskolából, és ez élőben... Ez a háború előtt volt, ugye? Igen, az valamikor 1800. Akkor nem nagyon voltak így háztartásban egy gitárok, és akkor így nagyon rátekeredtem, elkezdtem magamtól pengedgetni. Apunak van egy óriási rock and roll cimborája, ő még a mai napig egyébként a Bóta Tibi, aki a mai napig nagyon-nagyon járja a rockkocsmákat, és sokat játszik egyébként. Apunak egy nagyon jó barátja volt, a 10. születésnapomra eljött a gitárjával, és ott adott egy ilyen rögtönzött rock and roll koncertet, tele Stones dalokkal, Beatles dalokkal, minden, és én akkor így valahogy rátekeredtem. Ő nekem egy világsztár volt akkor ott, azon a kis széken, ahol ült a kis szobánkban. De addig nem is hallgattál zenét? Vagy ha igen, akkor csak ilyen halászjutka gyerekzene? Én nem is tudom, hogy előtte egyetem mit hallgattam. Az biztos, hogy ezek után a Stones összes, a Beatles összes, a Zeppelinai, tehát hogy nagyjából erre tekeredtem rá. De abban az időben egyébként a Modern Talking és a Wham volt a divat, úgyhogy az iskolában nem is nagyon értették, hogy én miről beszélek, hogy mi a Stones, az mi az, hogy Stones. Tehát, hogy ebből a szempontból teljes kakukktojás voltam, innen indult el a dolog. És aztán azóta a mai napig így nem tudtam nagyon letenni ezt a hangszert. Hát és mi maradt meg? Inkább a Stones, mint a Modern Talking. Igen. Hál' Istennek. És akkor mikor jött az, hogy oké, akkor én most zenekart fogok alapítani? Mindig is zenekart akartam alapítani, és mindig is voltak zenekaraim, csak nyilván az elején még egy kis hurkagyurka zenekarok. Hát mindenki azzal indul. Az első zenekarom egyébként, ami már ilyen számottevő volt, ahol már dalokat játszottunk, ott én még nem is énekeltem, csak gitáros voltam. Roy volt az énekes, Roy és Adam zenekarból, ő volt az énekes. A dombosunknak a garázsában próbáltunk, ahol egy szinte feljebb ültek a szülei szegények. Én a mai, de most gondolom csak így utólag át, hogy mit éltek el, embertelen hangerővel játszottunk, nagyon rosszul. Viszont... De ott már saját dalokat? Nem. Ezek inkább ilyen bluesoid, rock'n'rolloid, mindenféle próbálkozásot. Főleg rock'n'rollt játszottunk, ilyen Lead Richard, meg Elvis Presley, meg mindenféle. Tehát mások által megírt dalok. Igen. Aztán később jött ez a saját zenésdi, úgyhogy... Na és az még szintén zenekari berkeken belül, vagy te már szólóban írtad a saját dalaidat? Hát tettem egy nagyon-nagyon nagy kört a világban, úgy belecsempésztem és belekerültem néhány olyan produkcióba, amik gyakorlatilag csak nemzetközi szintéren léptek porondra, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenhol jártam, ahol szerettem volna, és azt gondolom, hogy az én életemben kimaradt a zeneiskola, de nagyon-nagyon jó zenészekkel játszhattam, és gyakorlatban azért a színpadon elsajátítani a dolgokat azért az mégiscsak más, és mégiscsak jobb, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezekért az időkre, nagyon fontos idő. Én gondoltam is, hogy erről majd mindenképpen beszélünk, egy kört szentelünk annak, hogy te hogy jártad be a világot, de arra tényleg kíváncsi vagyok, hogy mikor jött, és, akkor hol a saját és mikor írtad az első igen. saját dalodat. Azért is mondtam, mert ekkor születtek az első dalok, tehát én nagyon-nagyon sokáig, 6 évig voltam például Majorkán, ott nagyon-nagyon sokat zenéltem, és iszonyan sok ráérős időm volt így napközben, és akkor születtek így az első dalok, első szövegek, inkább dalokat írtam, mint szövegeket. Úgyhogy ezeket már én mutogattam annak idején, mert nagyon jó barátság voltunk Szabó Zével, aki az első lemezen producere is volt, és mutogattam neki a dalokat, neki nagyon tetszettek ezek a dalok, és mondta, hogy hát figyelj, nagyon kiállna már ez a lemez, úgyhogy kezdjünk el rajta dolgozni, és ő volt az, aki 2012-ben felhívott, és azt mondta, hogy figyelj, csak néhány szerzőtársammal írtunk egy dalt, a dal címe Learning to Let Go, és arra gondoltunk, hogy mind habitusában, ideológia, hangzás, minden szempontból annyira te vagy, hogy próbáljunk meg, és ráadásul nagyon kapura jön az, hogy most indul az első évada, lesz a dal című műsor, akkor nem tudtuk, hogy mi az, hiszen akkor indult, és hogy van még egy pár napunk nevezni, úgyhogy rohanját énekelt föl, és ugorjunk bele, úgyhogy így indult nagyjából az itthoni. És tetszett? Vagy egyáltalán nekem lehetőség nagyon, tetszett? Nekem nagyon tetszett. Én nagyon hálás voltam. Mindig is féltem attól, hogy úgy tudok megmutatkozni először a hazai közönségnek, hogy esetleg egy olyan dallal, amit így rám akasztanak, de valahogy a kabát nem jó rám. Kicsi, nagy, nem tudom, tehát valahogy nem. Most egy olyan dalt kaptam, ami minden szempontból
Sokan azt is gondolják, hogy ez az én szerzeményem, ez az egyetlen olyan dalom, ami nem az olyan. Én szerzeményem, igen, mert valóban jól érezték szerintem a producerek, hogy hozzám való a dal. Én is így érzem. De ez azért ez egy érdekes helyzet, hogy, hogy megvolt benned a vágy, hogy már írod a saját dalokat, és végre megmutatkozhatsz a közönség előtt, de mégsem a saját daloddal. Igen, viszont hálás voltam, hogy egy olyan dalt kaptam, amivel nagyon-nagyon nagy örömmel álltam ki ilyen sok ember elé, akkor nagyon-nagyon sokan nézték ezt a műsort, és egészen picim múlott, hogy, hogy nem jutottam ki ugye a nemzetközi szintére. Akkor a Compact Discóval voltál igen. nagy versenyben, és igen. ők mentek aztán végül a Euróvízióra. Tehát ahhoz képest, hogy, hogy az akkori felhozatalban nagyon nagy neveket, tehát Karameltől kezdve Tóth Gabi, Király Viktor, nagyon komoly nevek voltak azért abban a műsorban, és ott állni úgy, hogy engem gyakorlatilag az anyámon kívül is, meg a barátaimon kívül is senki nem ismert abban a műsorban. Úgyhogy én mondtam is, hogy, hogy nem tudom, hogy mennyi esély van egy ilyen műsorban. Így eljutni a legjobb négy közé, az egy nagyon nagy dolog, úgyhogy örültem. Amikor az ember kap egy dalt, akkor van lehetősége hozzányúlni, vagy ilyenkor mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy annak pont úgy kell megszólalnia, ahogy az meg vagyon írva. A mi esetünkben képzeld el, annyira kapkodós volt a történet nyilván a nevezés miatt, a műsorban való nevezés miatt, hogy, hogy az a verzió maradt a végleges verzió, ami egy demo verzió volt. Én is úgy énekeltem föl, hogy hagyjuk így, majd kijavítjuk, tudod, aha. és akkor voltak benne még harmónia hibák is, tehát ott nem tudom, az ukulele meg a billentyű ott nem stimmelt össze mindenhol, de azt mondta, hogy jó, majd kicseréljük. Na most az soha nem lett kicserélve, az első így adás után a rádió annak lecsaptak idején. Rá a rádiók, és bekerült mindenhova, és utána azt mondta, hogy most már minek javítsunk rajta, most már bejárva mindenhol, hát igazából most már így lényegtelen, úgyhogy mai napig. És úgy játszátok most is, hogy benne van ez a harmónia hiba? Nem, most már nem, azért azt nem hagytuk benne. Egyébként nem feltétlenül hallható, tudjuk, hogy ott van, de az egy ilyen visszatérő hiba egyébként a dalban, több helyen is hallható, úgyhogy aki vájtfüli, azt nyilván tudja, hogy mi van. Nagyon meg fognak lepődni a hallgatók, ha már ennyit beszéltünk róla, akkor ez most el fog hangzani, meg fogjuk hallgatni. Bekapcsoljuk a kamerákat, úgyhogy nem csak a retro hallgatóknak, hanem bárkinek, aki a retro Facebook oldalán keresztül követi az eseményeket, odaadjuk ezt a dalt. Úgyhogy kérlek, fáradját a másik mikrofonhoz, és megint tietek a színpad az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban, Heinz Gábor Biga és zenekara a Biga Live zenél. Parancsoljatok, tessék! It was a day in July with the sun set like fire. I had you in my arms. Those first fragile words, some kind of conversation, your life had just begun.
Heinz Gábor Bigam a zenekarával, és az előbb beszélgettünk erről, hogy téged mikor érintett meg a zene, és akkor tök jó, hogy elmesélted, hogy hogy lett gitár, meg mikor kezdtél gitározni, de például az, hogy te elkezdtél énekelni, az mennyire volt egyértelmű a gitározásból. Mert hogy az, amit te a hangoddal művelsz, az valami annyira egyedülálló. Oh. Ez óriási dolog. Köszönöm szépen. Hát mondom, korábban nem nagyon mertem én közönség előtt énekelni, akkor inkább gitáros voltam, és Roy mögé bújtam, aki viszont nagyon nagy erőszeretettel kiabálgatott, úgyhogy később jött ez nálam, én vokálozgattam. Uh-huh. És akkor talán pont a Roy vetette föl, hogy hát figyelj, tök jól énem, miért nem énekelsz? Ezt akartam, hogy ki volt az, aki ezt felfedezte, hogy szerint, azért neked van hangod? Szerintem így talán még így a zenekarban Roy erőltette, hogy miért nem énekelsz is egy-két dalt. Úgyhogy volt egy-két szólódalom későbbiekben már, és így megjött talán a bátorságom és a kedvem ahhoz, hogy lehet, hogy érdemes ezzel hosszabban folytatni, vagy nem tudom, foglalkozni. De ugyanúgy, ahogy az előbb említetted, ezt sem tanultad, tehát nem mentél be egy zeniiskolába a hangképzésre. Sőt, tehát ki szokták kérdezni egyébként, hogy hogyan szoktam beénekelni koncertek előtt. Az a bajom, hogy mivel nem jártam iskolába, így skálákat sem tudok, tehát hogy sem gitárban nem tudom ezeket, nem tudom ezeket a skálákat, énekben meg egyáltalán nem. Tehát úgy általában az első két dallal szoktam beénekelni. Az, hogy milyen az első két dal, az meg hát ugye... De és akkor nem szokott problémát lenni, hogy mondjuk egy rossz technikával énekelsz, és... Egész biztos, hogy van. Tehát, hogyha valaki a megfejtője ennek a szakmának, akkor egészen biztos, hogy tudja. Ja, de most nem arra gondolok, hogy most akkor jön valaki, és megmondja, hogy te rosszul használod. Biztos meg tudnám mondani... Hogy berekedsz a buli végére, vagy másnap már nem tudsz énekelni, mert elhasználtad a hangot. Szerencsére nem, de egy szakmabéli, aki ezzel foglalkozik, és hangképzéssel foglalkozik, egészen biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy hogyan lehetne bizonyos dolgokon segíteni, és valószínűleg tényleg igaza lenne, mert hogy ez ösztönösen alakult nálam ki valahogy. Mm. Tehát ne változtass. Tehát... Igen, nem terveztem, ha eddig jó volt már, most már maradhat. Most nem akarok neveket mondani, de ismerünk olyan énekest, vagy énekes nőt főleg, aki tényleg egy ilyen ős tehetség volt, és aztán meg kellett tanulnia énekelni, mert ő pont, hogy elhasználta egy bulin a hangját, és másnap már nem tudott énekelni. És aztán pont ez az ős erő tűnt el belőle, vagy az a természetesség, amivel megszerette őt a nagy közönség, és mondom, hogy szeretik. Igen. Csak azt mondom, hogy lehet, hogyha valaki most megfejteni mindazt, amit te tudsz, hogy lehetne jobban csinálni, akkor elveszne valami belőled. Igen, én is úgy látom, hogy régebben volt idő, amikor sajnáltam, hogy ez a zeneiskola kimaradt. Hmm. Olyan irigykedve néztem olyan muzsikusokat, akik fölcsöpják a kotta füzetet, és bármit játszanak, és bárhogyan. Én minden egyes produkciómban, ahol nem csak zenészként, hanem mondjuk zenei rendezőként, vagy éppen tevékenykedem, ott azért nekem ez egy nehézség, hogy mindent fejből kell tudnom. Tehát minden, az a saját feladatomat is egyébként fejből kell tudnom, és amiket megírok, a dal szerzés része is, tehát ez minden fejből megy, és irigyeltem azokat az embereket, akik a tudományos oldalon állnak, és volt egy olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy talán pótolom ezt a dolgot, aztán valahogy elmentek ezek az évek, most meg annyira nem érdekel, zenélni meg szeretek, úgyhogy ez maradt. És az hol dől el, hogy egy dalnak, amit te írsz, magyar szövege lesz, vagy angol? Hát képzeld el, hogy az angolul éneklés az nálam mindig egy alap volt, hiszen jártam a világot én nagyon sokat, és hajóztam is, vendéglátóztam is, showzenekarokban is játszottam, úgyhogy nálam ez mindig alap volt, viszont a saját zenémet mindenképpen magyar nyelven szerettem volna megosztani így a nagy közönséggel, viszont valahogy éppen a Dal című műsor meg arról szólt, hogy egy nemzetközi szintérre szerették volna vinni a nyertes dalt, tehát alapértelmezett volt, hogy angol nyelven kéne megjelentetni ezt a dalt, és ez annyira azonosították velem ezt a dalt, hogy gyakorlatilag rajtam maradt, hogy te egy ilyen angol éneklő arc, vagy pedig nem. Ne, hát pont fogod, egyrészt már bizonyítottad, amikor beköszöntünk akkor is, meg most is jön a Máshol járunk. Igen, igen. Ez is például magyarul van. Így van, ez is. De ezeknek mind megvan az angol megfelelője is, ha esetleg véletlenül nemzetközi vizeken kellene ezt előadni? Az első nagy lemezemnek megjelent egy angol nyelvű változata. Pont a Máshol járunk, az már egy későbbi single dal. Nem feltétlenül készítek minden dalhoz angol verziót. Az új lemezem, ami nem sokára, majd valamikor tavasz, nyár elején fog megjelenni. Ott is van egy néhány olyan dal, hogy nagyon nehéz rájuk magyar szöveget írni. Ugyanis a dallam is minden kész van, és valahogy a magyar prozódia egy kicsit leválik talán róla. Lehet, hogy egy-két dal ott is angolul lesz majd megjelentetve. Attól függ, hogy a dal mit szeret, vagy mit követel meg, mit tudsz így ráhúzni, rá önteni.
És amikor van egy dal, például máshol járunk, akkor mind a zenét, mind a szöveget te írod? Vagy van mondjuk segítséged? Általában az van, hogy a zenét én írom, sok esetben, sőt, szinte minden esetben valamilyen producerrel dolgozom együtt, aki a hangszerelést valahogy együtt megfejtjük, hogy hogyan lesz az bigás, hogyan lesz mégis valamilyen szinten azért trendi, bármennyire is kerülöm ezt a szót. Illetve, hát nyilván szövegírókat mindenképpen beszoktam vonni, általában a végeredmény mindig az, hogy együtt írjuk meg, tehát nekem megvannak azért azok a gondolatok, amikhez ragaszkodom, vagy az az irány, amihez ragaszkodom. Sok szövegíróval dolgoztam már együtt, vagy én dobtam be az elején egy olyan témát, amire megírtuk, és dobáltuk egymásnak a sorokat, és valahogy együtt kijött. Sokat írtam például Molnár Tomival, egy csomó más szövegíróval is dolgoztam, hogy talán Tomival dolgoztam a legtöbbet. Általában a végeredmény az mindig az, hogy felesben valahogy megírtuk. Ő kitalálta a verziét, én a refrént, vagy fordítva, tehát hogy így együtt. Úgyhogy szövegírókkal, mai napi producerekkel dolgozom együtt. Na jöjjön, a máshol járunk, mert aztán rövidesen 9 órakor jönnek a hírek, de utána még folytatjuk Heinz Gábor Bigával és zenekarával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, megint tietek a színpad, parancsoljatok! Heinz Gábor Biga és zenekara, amit úgy hívunk, hogy Biga Live, ugye? Na most így. Ez a neve. Pap Csaba a dobos, Kontor Tamás basszusgitározik, és Templi Erik billentyűzik, és hát ugye Biga énekel és gitározik. Nagyon sokan reagálnak mindarra, amit most ti csináltok, vagy mi itt közösen művelünk. Kettőt szeretnék megosztani. Egyrészt a közönség imád, akkor így hármat. Viszont velünk van a szakma is. Popper Peti azt írta, hogy nagyon maba. Nagyon maba. És Varga Anti azt írta, hogy nagyon sok ismerős arc van ebben a házi buliban. Igaza van.
Varga Anti, ha valaki nem tudná, mondom a drága hallgatóknak, hogy az Abrak az Abra zenekarnak a vezetője, a basszusgitárosa. És az Abrak az Abra zenekar egyszer csak évekkel, évtizedekkel ezelőtt kitalálta, hogy elindul egy olyan úton, hogy bárkit le tudjon kísérni, aki éppen arra jár. És így aztán megadatott a lehetőség a zenekarnak is, és vele együtt neked is, hogy együtt zenélj az LGT tagjaival. Hát megmondom őszintén, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon emlékezetes nap volt, amikor felhívtak engem az Anti, Somló Tomi, még akkor ő is tagja volt ennek, igen, a formációnak, illetve Solti János, Karácsony James is tagja ennek a formációnak. Igen, igazából az Abrak az Abra zenekar volt az alap és az ötletadó, hogy igazából egy hiánypótló, valahogy úgy éreztük, hogy nagyon-nagyon kevés LGT koncert van ahhoz képest, amennyire szeretik az emberek az LGT dalait és az LGT zenekart, és erre az igényre szeretett volna ez a produkció valahogy reagálni. Ezek a srácok egyébként, az Erik is és a Csabi is az Abrak a zenekar, Abrak az Abra zenekar tagjai, és egyébként a Zenevonat produkcióban, ebben az LGT Respect produkcióban is szervesen részt vesznek. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a produkciót. A nagy színpados bulikon játszunk, nagyon-nagyon ritkán Budapesten, úgyhogy most nagyon nagy szerencsénk, hogy húsvétkor játszunk egy elég nagy, nem biztos, hogy kimondhatom a nevét, ezért nem is mondom ki, de hogyha valaki keres minket, akkor látni fogja, hogy mikor lehet minket Budapesten utazni. Ez egy nagy pesti klub valamelyik hídlábánál. Ez egy nagyon nagy, igen, ez egy nagyon nagy klub. Úgyhogy nagyon készülünk erre, mert Budapesten nagyon ritkán játszunk. Talán 2 évvel ezelőtt volt a Kongresszusi Központban koncertünk utoljára, úgyhogy ritkán fordulunk meg erre, úgyhogy most tényleg van egy lehetőség látni ezeket az arcokat és hallani ezeket a dalokat. Én emlékszem rá, hogy a 90-es években nagyon sok klub volt, tényleg minden sarkon volt egy rockklub, bluesklub, blueskocsma, és bárhova ment be az ember, biztos, hogy játszott ott egy zenekar élőben, és biztos, hogy volt a repertoárban LGT dal. Így van. És aztán ez valahogy a 90-es évek végére megszűnt, és tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy most meg már szinte senki nem játszik LGT-t, hát ugye sajnos az LGT már nem játszik. Igen. És tényleg élőben ezeket a dalokat talán csak a Zenevonat produkció vezeti elő. Nagyon nagy élmények egyébként, amikor járunk bárhol egyébként az országon belül és határon túl is, és egészen fiatal gyermekek is éneklik egyébként a szövegeket, és elkezdek magammal gondolkodni, hogy vajon honnan ismerhetik ezeket a dalokat, és ez nagyon jó érzés, hogy ezek szerint még mindig visszanyúlnak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos zenekar az életemben, és fontos produkció az életemben, már csak azért is, mert nálam is ugye a zenei szocializálódásom hajnalán, ez az LGT, ez egy komoly mérföldkő volt, az összes dalt ismertem, úgyhogy nekem egy nagyon nagy álmom vált valóra, hogy ezekkel az arcokkal egy színpadon, meg egy buszba együtt ülhetek, együtt sztorizhatunk, úgyhogy jusson még belőle nagyon-nagyon sok, én ezt kívánom magunknak. Van olyan, hogy kedvenc LGT korszak? Neked van ilyen kedvenc LGT korszakod? Ahogy játsszuk a dalokat, mindig az a kedvenc, amit éppen játszunk, és megvan, hogy miért az a kedvenc. Nagyon szerettem egyébként azt abban a korszakban és annál a generációnál, hogy minden lemeznek külön karaktere volt, és a lemezen belül minden dalnak külön világa, egyedisége, eredetisége volt, és ez nagyon-nagyon megfogott. Minden dal valóban máshová, más tájra vitte, más képet festett. Úgyhogy én nagyon szerettem már akkor is hallgatni, és most is nagyon szeretem hallgatni, hogy általában azok a kedvenceim, amiket éppen játszunk. És hát ugye tavaly volt 50 éves az LGT, úgyhogy ennek kapcsán játszottunk egy nagyon nagy koncertet a Veszprém Fesztiválon, ahol kiegészült a produkció egyébként még Mezőmisivel, Falusi Mariannal, Royjal, Vitári Sivánnal, tehát egy ilyen nagy jamborit csaptunk, hála Istennek rengetegen eljöttek, iszonyatosan emlékezetes buli, úgyhogy én azt gondolom, hogy méltó megemlékezés volt erre az 50 évre, és arra a zenére nyilván, amit ők letettek az asztal és az életmű, azért ez fontos. Az LGT ugye nem csak a dalairól, hanem arról is híres, hogy hát talán Jánoskán kívül mindenki énekelt a zenekarban, és mindenkinek nagyon jó hangja volt, és mindenkinek ikonikus dalai vannak. Van Bikának kiválasztott énekese az LGT-ből, akinek a dalait énekled, vagy bárki jöhet, bármi jöhet? Megmondom őszintén, hogy el vannak osztva ezek a dolgok. Méghozzá egy picit talán rendhagyó módon Veres Mónika, Nika is tagja volt ennek a formációnak, hiszen ez nem feltétlenül csak LGT-től ismert dalokat tűz a műsorára ez a produkció, hanem az LGT szerzői munkásságából ismert dalok, amiket annak idején olyan ikonikus előadóknak írtak, mint Katona Klári, vagy Kovács Kati, vagy Révés Sándor. Úgyhogy kellett egy olyan énekesnő, aki ezeket tudja interpretálni, és hát
ő nagyon-nagyon tudja ezeket a dolgokat. Úgyhogy így álltunk színpadra, igazából ez egy életmű koncert. Én általában sonotomi dalokat éneklek, de vannak így megosztva dolgok. Vannak olyan dalok, amiket duettben lett felosztva. Úgyhogy elég különleges és elég érdekes. Nagyon jó lett szerintem. Az Abrakazabra zenekar, ugye, ahol 1000 millió zenész van. Igen. De tényleg rengetegen. Ott teljesen egyértelmű, hogy úgy tudnak szólni a dalok, ahogy azt az ember elvárná egy eredeti dal esetében, vagy ahogy megszokta a lemezen. Most itt viszont tényleg csak 4-en vagytok. Így Igen. is elő lehet adni LGT-t? Szerintem LGT-t egy szágitár is elő lehet adni, ez egy nagyon nagy különlegessége egyébként ezeknek a daloknak, hogy mind mondani valójában, mind zeneiségében bőven elég információ van egy ilyen dalban, hogy akár elfütyű részve is mindenki tudja, hogy miről szól és mit ad az embereknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerencsénk van, hogy LGT-t játszunk, nem azért, mert könnyű eljátszani, hanem mert olyan kisugárzása van a daloknak, hogy lehet vele kardozni. És ráadásul az a jó, hogy ti most hoztatok egy csokorra való LGT-t, tehát nem egy LGT dalt fogtok előadni, hanem egy dalon belül. Az egyikből megyünk a másikba. Több kedvencünk is megszólal, úgyhogy bekapcsoljuk megint a kamerákat. Jaj, de jó! Hadd lássák a világban, a Retro Facebook oldalán mindazt, ami történik itt az Abaházi Presszóban, hát az történik, hogy Biga és zenekara egy ilyen LGT egyveleget fog előadni, úgyhogy tietek a színpad, megint parancsoljatok. Rajta! Te tudod a szót, én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó. Mind a ketten várjuk azt, az elfogyott, elhagyott, elrabod, ellopod. Egy, két, elfelejtett szót, minden ember jó.
tanár, szót, minden szó is jó. Ha embernek való, ember más, éppen ez a jó. Meddig várjak még, a felhajzik egy elfelejtett szó. Kétnek talál egy szó, minden szó is jó. Ha embernek való, minden ember más, éppen ez a jó. Beszéltük meg. Gábor Biga és zenekara. Fantasztikus volt az LGT egyvelek. Hát vagyok szépen. És nem csak én, hanem ahogy látom a visszajelzéseket, a hallgatók is imádták. Ez a lényeg. Egyébként igen. Viszont amiről még nem beszéltünk, mondtad, hogy megkaptad a gitárt, elkezdtél zenélni, be is jártad a világot, de nem is volt soha B-terved? Tehát nem volt egy olyan, hogy ha ez nem jön be, akkor majd lakatos leszek, vagy tetőfedő. Van szakmád? Voltam annyira amatőr, hogy nem volt B-terv, viszont szerencsére a szüleim nem engedtek engem fejest ugrani így a profi zenélésből, úgyhogy azt mondták, hogy érettségi nélküli szakma nélkül, gyerekem, te sehová nem mész. Úgyhogy le kellett érettségizni, bármennyire is nem tetszett. Akkor nem találtam jobb verziót, nem volt jobb út. Nagyon-nagyon szerettem az autókat egyébként, úgyhogy én gépjármű-technikai műszerész lettem, és ez egy szakközépiskola volt, és itt érettségizni is tudtam. Egyáltalán nem érdekelt ez az egész dolog. Igazából azt sem tudtam, hogy hol van az autónak a motorház teteje. Ezt a tanáraim is tudták, és azt is tudták, hogy én végig zenéltem ezt a 4 évet, amit én ott töltöttem. Viszont az összes iskolai rendezvényen zenéltünk az akkori zenekarom, a Royékkal egyébként. Úgyhogy megbocsátották azt nekem, hogy én nem nagyon készültem, és amivel készültem, abban sem volt köszönet. Úgyhogy a szakmai vizsgán is megkérdezték, ugye Gábor, ígérje meg, hogy maga nem marad a szakmában. Nem fog hozzányúlni az autókhoz. Ez az egy, amit meg tudok ígérni. Úgyhogy ahogy kiléptem az iskola kapuján, a bizonyítványomat oda dobtam, ahol szerintem most is van. És akkor már fejest ugorhattam a zenélésbe. És ez így is volt azóta nem volt megállás.
ablakmosó folyadékot tudod, hol kell beletölteni legalább? Most pont kéne egyébként, nem már szerintem egy hónapja jelesz, hogy kéne benne valami. Egy jó égőcsere. Hát azt nem, azt még annak idején lehetett cserélni, most már nem, most már egybe cserélik az autót, ha elromlott az izzót, igen. Tehát kávé ilyen verziók vannak. Jó, tehát akkor az elmúlt másfél év az neked is ilyen szempontból őrület volt. Hát mindenki, aki azt mondja, hogy a zenélésre tette fel, igen, az életét, az elmúlt másfél évben egy kicsit azért vakarózott, hogy de jó lenne még valamihez érteni. Bátor voltam, nyomtam egy all-int, és azt mondtam, hogy egyértelmű, egy halálom, én zenélni fogok életem végéig. Igen, ez talán egy picit meglepődtünk mindannyian így zenészet. Nem gondoltuk, hogy jöhet egy olyan időszak, amikor egyáltalán nem zenélhetünk. Hát ez nem volt benne a levegőben. Ez nem volt benne, viszont most már van egy ilyen fajta tapasztalás is, talán mindannyian egy picit okosabbak lettünk. Nekem nagyon szerencsém van, hogy van egy csomó olyan kvázi home office-os otthoni háttérmunkás zenei dolgom és foglalkozásom, amivel azért sokat foglalkozom én amúgy is. Itt különböző zenei tévéműsorok, háttéranyagai, producerkedés, zenei rendezés, másnak dalírás és a többi és a többi. Tehát, hogyha nem koncertezem, akkor is el vagyok, csak nagyon hiányzik. Tehát, hogy ez a színpadi lét az egy megint egy másik világ. Tehát az elmaradt munkáidat de tudtad pótolni. Hát legalábbis igyekeztem. Érzetben nem sikerült pótolni azért. Az nagyon hiány. Amikor az ember hozzászokik ahhoz, hogy az energiaáramoltatás megy a színpadon, a közönség és az előadó között, akkor ehhez valahogy hozzá lehet nagyon gyorsan szokni, és nem is tudom, hogy aki egyszer csak így abba hagyja a zenél, és már a hónapra, hogy csinálja, hogy ez nincs meg már az életében. Lehet, hogy megkapja máshonnan, tehát, hogy máshonnan jön az a motiváció, de nekem nagyon-nagyon hiányzott ez a része. Vannak előadók, akiknél teljesen egyértelműen meg lehet állapítani, hogy mondjuk egy klubban vannak otthon, vannak akik a csarnokokra specializálódtak. Téged mindenhol el lehet képzelni, vagy legalábbis én mindenhol el tudtak képzelni, hogy mindenhol pontosan ugyanazt adod, de neked van kedvenc koncerthelyszíned, most nem kell megnevezned, hogy ez meg ez a klub, vagy ez meg ez a csarnok, vagy ez meg ez a hely, hanem egyáltalán kedvenc koncerthelyszín. Igen, játszottam én már kis és nagy színpadokon, talán nekem a klub valahogy bensőségesebb, kicsit házi bulib jellegű. Mm-hmm. Volt egy 2005-6 körül volt egy olyan zenekarom, hogy gyakorlatilag csak és kizárólag éjszakai klubokban játszottunk rockzenét, főleg Aerosmith dalokat egyébként, az Aerosmith zenekar összes dalát játszottuk. Hát, és pedig azt, aki azt el tudja énekelni? Akkor el tudtam, most már nem menném bevállalni, akkor el tudtam. Szerencsére nem volt minden nap buli, úgyhogy tudtam rápihenni egy kicsit. Nagyon-nagyon szerettük, és nagyon szerettek minket. Egy ilyen vagány, tökös fiú zenekar volt. Hétvégente játszottunk a szokásos Old Man's, Alcatraz, Fészek és a többi. És tehát itt főleg Budapesten egyébként. Hát amiről az előbb is beszéltünk, minden sarkon volt egy klub, és mindenhol lehetett játszani. És akkor mi ezt nagyon, akkor valahogy nagyon megmaradt bennem, hogy azt mondjuk nem tudom, hogy se, akkor még lehetett dohányozni a klubokban belül, és borzasztó volt, de akkor nyilván teljesen hétköznapi dolog volt. Most, mostani szemmel nem tudom, hogy éltük túl azt az időszakot, de túléltük, sőt nem is akár, hogy nekem nagyon jó emlékeim maradtak erről az időszakról. És péntek-szombati koncert után még bármennyit füröttél, és most elhajad, még szerdán is benne volt a hajadban. Hát ez becsontunkig égett szerintem. Sőt, Tomival nagyon komoly emlékeink vannak, hát ő ugye a Roy és Adam-a nagyon sokat koncertezett akkor ugyanezeken a helyeken. Aha. Tehát egymás bulijaira jártunk le, utána még ott maradtunk egy picit megenni még egy szendvicset, meg inni még egy pohár langyos vizet. Megenni egy szendvicset, nyilván. Egy minyont, habos kávéval, tudod, amit ilyenkor szoktak. Hát az is eljött, csak az már hajnalban. Az már hajnalban. Aztán együtt hazamentünk, mert hogy a Tomi is a 8. kerületben lakott, csak egy másik csücskében, abban az időszakban ez ilyen Mos Eisley volt egyébként, tehát ilyen irgalmatlan Chicago volt a 8. kerület, úgyhogy kalandos volt a hazajutásunk így gyalog éjszaka a Fészeklubban. Mondjuk már reggel volt igazából, igen, nekünk olyan mindegy, igen, volt akkor már. A 8. kerületben világos. Az volt a jó, hogy tényleg gyalog haza lehetett jutni. Igen. Tehát, hogyha le is késted az összes éjszakai járatot, vagy már. Úgyse volt pénzük addigra már egyébként, mire haza kellett menni, úgyhogy nem is volt más felszerelésünk. A Rákos keresztúról laktunk volna, akkor is gyalog mentünk volna. Tök érdekes, hogy én abban az időben a 8. kerületben laktam, a Práter utcában, most meg Rákos keresztúron. Na te, egyébként ez egy jó hely. Én meg akkor egyébként Rákos keresztúron laktam, ez azért jutott eszembe. Aha, de a 8. kerületben később mentél haza. Igen. Nem úgy, később laktam én a Rákos keresztúron. Ilyen is volt. Na zenéljetek megint, na, megint egy saját dal jön. Ez is egy, mondhatni azt, hogy egy bigasláger. Igen, az, hogy miből lesz sláger, az csak a rádiókon múlik? Vagy rajtad is? Hát abban az időben ez a dalom, amit most fogunk majd eljátszani, Easy Loving címre hallgat, és a Learning to Let Go című dalom után ez volt a következő, soron következő dal, amit nagyon-nagyon sokat játszott a rádió szerencsére, illetve reklámzenéként, zeneként is használták sok tévés reklámban, úgyhogy állandóan abba botlott bele az ember, hogy engem hallgasson a tévében is, ha nem elég még a rádió. Úgyhogy ez a dal is elég nagyot ment, és nagyon szeretjük.
Na akkor menjen nagyot itt is. A Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban Big Alive, Heinz Gábor Biga és zenekara, jön az Easy Loving, aztán nem sokára még beszélgetünk. Tietek a színpad. Gábor Biga, viszont ezt már az elején is elárultuk, hogy a basszusgitáros Kontor Tomi, és ha megengedett Biga, ha már egyszer itt van a Tomi, olyan ritkán találkozunk, egy néhány kérdés hadd tegyek már fel. Sőt, én kérem. Mert ugye a hallgatók ismerhetik, hiszen annak idején még a Megasztárban is szerepeltél, meg tényleg hát Biga is mondta, hogy meg annyi zenekarnak voltál tagja. Te most mit csinálsz? Azon kívül, hogy itt basszusgitározol a Biga zenekarában. Igen. Hangmérnökként dolgozom a TomTom stúdióban, és nagyon-nagyon szeretem, mert abszolút kapcsolódik ahhoz, amit a legjobban szeretek csinálni, a zenéhez. Úgyhogy nagyon-nagyon sok jó muzsikussal van alkalmam együtt dolgozni, nagyon sokat tanulok, és nagyon jól érzem magam.
De te is elindultál azon az úton, ami nagyon sokan, akik bekerültek a különböző tehetségkutatókba, hogy önállóan és szólóban is megmutassák magukat, igen. De aztán valahogy te mindig zenekarban gondolkodtál. Zenekarban is, meg hát hogy is mondjam, nem feltétlenül egyszerű ez, hogy most akkor már pedig nekem legyen akkor szólólemezem, hát ugye megjelent 2. Igen. És hát az igazság, hogy ugye akkoriban én még nem tudtam pontosan, hogy mitől jó valami, vagy mit hogyan kellene csinálni, és hát olyan emberek vettek körül, akik nem biztos, hogy jó tippet adtak, vagy nem tudom, tehát hogy nagyon korlátoltan gondolkodtam olyan szempontból, hogy most akkor igen, akkor szólólemez, hogyha szólólemez csinálsz, akkor más ne csinálj, mert akkor most már döntsd el, hogy akkor mi legyen, meg hogy akkor nem zenekar, akkor hát egyedül is egy szágitáron tök jól, mit tudom, elviszel egy estét, akkor miért akarsz zenekart, mert nem. Arra jöttem rá, hogy azt csinálok, amit akarok. Tehát ugye zenész vagyok, igen, és csak én választom ki azt, hogy kikkel, mikor és mit szeretnék zenélni. Csak ez nem mindig kifizetődő, nem? Nem. De mi a cél? Az a cél? Az a cél, hogy meggazduljak. Az embernek valahogy meg kell élnie. Persze, igen. Ki kell fizetni a csekkeket, a számlákat, igen, el kell tartani, igen, a családot. Az egy dolog, de én nem fogok nem megcsinálni egy lemezt, vagy nem elmenni a bigával fellépni, hogyha én most egy ilyen óriási nagy szupersztár szólólemezes előadó vagyok, vagy nem tudom, hanem én megválaszthatom. Igen, és ugye sokszor nekem szegezték a kérdést, hogy most akkor gitár, vagy basszusgitár, vagy ének, vagy ez, döntsd már el, fiam. Nem kell eldöntenem. Ez mondjuk jó. Ugye? Azt csinálom, amit akarok. Ha most éppen basszusgitározni van kedvem, akkor azt fogom csinálni, ha gitározni. Sőt, én sokkal rafkósabb vagyok a bigánál, mert ugye én úgy szoktam, hogy na most akkor döntsd már el, hogy mi vagy. Most itt ugye énekelni kell, meg basszusgitározni. Gitáros vagyok. Én gitáros vagyok, ugye? Alapvetően. Ugye alapvetően, igen, hogyha gitározni kell, akkor nyilván rögtön basszusgitáros vagyok. Hogy legyen mire hivatkozni, hogy miért megy mindegyik nagyon rosszul. És dalokat írsz? Írok. Kinek? Magadnak, másoknak? Magamnak elsősorban. Az működik. És azok a legjobban. Behatárolható a stílus? Vagy fontos egyáltalán? Szerintem a stílus nem fontos. Uh-huh. Szerintem az a fontos, hogy az úgy guruljon ki belőled, úgy csont nélkül, hogy az ne legyen izzadságszagú. Oké, de és akkor ez már bigához is szól ez a kérdés, hogy amikor megjön egy ilyen dal, igen, mert a dalok általában kigurulnak, akkor aztán ez egy következő lépés, hogy de jó lenne, ha ezt el tudnánk juttatni a közönséghez. Mert az is fontos, nem? Persze. Hát, ha már egyszer kijött, akkor ismerjék meg. Persze, így van. Ezekkel játszani a koncerteken, ezeket a dalokat. És én azt gondolom, hogy na ez a nehézség. Tehát megírni egy dalt, és nem azt mondom, hogy könnyű, mert nekem még zenét írni még például sosem sikerült, de eljutatni a közönséghez, az viszont sokszor egy ilyen lehetetlen küldetés. Nagyon sok minden nem múlik, igen. Mit gondolsz erről, Biga? Hát eleve már az is egy nehéz kérdés szerintem manapság, hogy az előadó megtalálja a közönségét. Olyan irgalmatlanul sok impulzus éri az embereket, nem csak zenével kapcsolatosan, hanem úgy általában felgyorsult ez a világ, és olyan technológiai fejlődés közben vagyunk éppen, hogy olyan sok impulzus éri az embereket, hogy régebben emlékszem rá, amikor vártunk egy dal megjelenést, vagy egy lemez megjelenést, akkor várt az új Genesis lemezt mondjuk egy évig az ember, mert tudom, hogy meg fog jelenni. Most meg gyakorlatilag premier hátán, tehát hogy az emberek nem nagyon tudják, már így kapkodják a fejüket, hogy általában azért egy előadónak nagyon nagy gondot okoz az, hogy hogyan éri el a közönségét, hogyan tudod megmutatni magad és kidugni a fejed a többi közül, hogy én is itt vagyok, és nekem van itt egy ilyen dalom, hát ahhoz, hogy ezt meg is hallják számot tevően, sokan mondjuk, ahhoz nagyon-nagyon-nagyon sokat kell jelen lenni azokon a bizonyos platformokon, ahol egyébként nem feltétlenül van szívesen ott az ember, tehát hogy és még mindig sok mindent be kell ahhoz vállalni, igen. Hogy és még mindig sok szerencse kell hozzá. Így, és az is benne van a pakliabőre. Igen, és ez érdekes, hogy a nagy öregek mondják mindig, hogy sokkal könnyebb ma, hiszen rengeteg felület van, ahol el lehet jutni a közönséghez. De ugyanez a nehézség is, igen, hogy innen viszont most nagyon ki kell tűnni ahhoz, hogy igen, egyáltalán ebből a nagy hangzavarból valakinek a hangját meghallja a közönség. Igen. Talán az az óriási különbség, amit szoktam beszélni, akit idősebb generáció zenészeivel,
hogy talán abban az időszakban, amikor nem volt befolyásoló tényező, akkor az akkori zenekarok egyszer csak szeretetből és vagányságból összeálltak, elkezdtek zenélni, és ez szájról szájra terjedt, hogy ez, figyelj, hallgassál meg, ez marha jó. Először az első buli még 35-en voltak, aztán 125-en, aztán 2000-en, aztán, tehát egyszer csak azért, mert a produktum erős volt, uh-huh. és jó volt, amit képviseltek, tehát ezen az alapon tudtak előre jutni, most meg 1000 millió más dolog van, mire kiderül egyébként, hogy lehet, hogy a produktumot nem is az az ember énekli, akitől hallottad, és közben nem tudom, tehát, hogy most olyan sok tényező van, amiből a közönség már nem tudja eldönteni, hogy mit higgyen, vagy mit nem. Ez régebben talán ez a része volt egyszerű, hogy odálltál, elénekeltél a dalot, az vagy tetszett az embereknek, vagy nem. És ha tetszett, akkor egyre többen jönnek, tehát, hogy ez így volt. Igen, csak aztán jön az a rész, amiben szerintem ti már benne vagytok, hogy ez a megélhetés. Igen. Tehát innentől kezdve viszont valahogy produkálni is kell. Tehát oké, hogy szívből jön, és lehet, hogy még mindig szívből jön, de lehet, hogy eljön majd egy olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy hát ez már nem jön szívből, de ha nem írom meg nem adom ki, meg nem csinálok rá klippet, akkor nem lesz koncert, és nem lesz pénz. Eleve nekünk szerintem idegen a Tominak is, meg nekem is, hogy mi egy máskorban nőttünk föl. Tehát eleve ma például a social media egy megkerülhetetlen fórum. Tehát máshol nem is nagyon tudsz berendezkedni, vagy reklámozni, vagy promotálni, és eleve ennek a világnak, tehát ebben hogy tudom magam beleilleszteni, ez nekem még mindig nagyon fura, még mindig nagyon nehezen veszem az akadályokat. De itt kell modernnek lenned. De nagyon-nagyon sokszor elmondják azt, hogy már pedig az ma már nagyon kevés, hogy te mondjuk írsz egy dalt, és előadod, és mondjuk lehet, hogy jó a dal, és jól adod elő, de ez ma már nagyon, ez a kis része a dolognak. Emellé rengeteg olyan körítés van, ami sokkal fontosabb ma már ennél. Na, ennek a megugrása, vagy ehhez való alkalmazkodás megy nekem legalábbis nagyon nehezen. És van segítséged? Hát ez éppen ezért van, hogy olyan emberekkel veszem körbe magam, akik máshoz értenek. Tehát én azt a részt vállalom az egészből, ami nekem jól áll, vagy amit én tudok, ezért dolgozom producerekkel, ezért dolgozom olyan emberekkel, akik segítenek nekem ebben. Bizonyos dolgokat nem fog tudni áthágni, tehát soha nem leszek egy instaguru. Tehát, hogy nem fog tudni napi 28 videót az életemről kitenni, amikor valamiért nekem nem jön. De úgy érzed, hogy ez elvár dolog lenne? Ma már nagyon komoly elvárás, hiszen ez az egy olyan platform van, ahol az embernek a dolgait tudják követni, és nem feltétlenül a zeneiség kedre kíváncsiak, hanem az, hogy milyen ember vagy, hogy éled a hétköznapjaidat, milyen dolgokkal töltöd a napjaidat, és egyébként, hogy megjelenik. Mit teszel, mit iszol, és mit gondolsz a világról? De egyébként ezen túl, hogyha van egy jó dolog, arra is kíváncsiak, de elsősorban inkább erre. Nekem nincs is ezzel bajom, meg gondom, hiszen ebben semmi rossz nincs, csak egyszerűen mivel én nem ebben nőttem fel, vagy nem ebben a rendszerben, ezért nehéz ehhez így igazodnom. Hát ennyi. Képzeljétek el, hogy bármilyen hihetetlen, ez a két óra is nagyon gyorsan elröppent, de egy dal még belefér. Jó, legyen ez a Good Vibes, ezzel búcsúzunk tőletek. Gyorsan még elmondom, hogy rövidesen 10 órakor érkezik Várkony Attila a programajánlóval. Holnap reggel újra Bocskorék ébresztenek mindenkit, mi pedig találkozhatunk holnap este is. Az Abaházi Presszó vendége akkor Pogány Judit lesz. Most pedig újra Bigáék zenélnek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A búcsúdal jön a Good Vibes a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retro slágerei szólnak.